2019 őszén indult el a túrószobor építése a Magyar Kálvárián, és június 6-án szombaton a Nemzeti Összetartozás Napja országos programjának keretében avatták fel a centenáriumi emlékmű Matul Péter, kárpátaljai magyar örökségdíjas szobrászművész, a bereckei honfoglalás emlékmű készítőjének alkotása. A kerecsen solymot ábrázoló alkotás a Patronus Alapítvány kezdeményezésére a trianoni békeszerződés aláírásának 100 éves évfordulójára készült el. 896 méter magas, anyaga terméskő, szárnyait felszállásra emeli, melyben megjelenik a védelmező őrangyal szárnya és az ősi magyar tulipán motívum. A hegyoldalból tekint le a városra és az elszakított magyar területekre. Amikor eljöttünk ide, megtekintettük a helyszínt, párhuzamokat kezdtem húzni a vereckei emlékmű és a Szárhegy között. Ugyanis hasonló nagyon a helyzet, az is a trianoni határon van, az is hegyen van. Ott is egy egyensúlyt próbáltam kifejezni a művemmel. És úgy jött az ötlet, hogy ne egy bronz turult állítsunk ide, hanem egy nagy méretű madarat, ami messzire ellát itten, akár a Zungvári hegyekig. Amint elődeink közadakozásból építették fel az 1930-as években az elszakított magyar városoknak emléket állító Magyar Kálvária emlékmű együttest, úgy hirdetett most gyűjtést a Patronus Alapítvány a centenáriumi túrószoborra. A kérdést sokan meghallgatták, magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények álltak a kezdeményezéshez, és ki anyagi lehetőségeihez képest támogatta néhány vagy több százezer forinttal az emlékmű kialakítását határon innenről és túlról. Sok néhány ezer forintos adakozó is van, akinek viszont az a néhány ezer forintja jelent annyit, vagy olyan terhet, vagy arról való lemondás, mint aki esetleg százat, vagy még többet ajándékozott. Összesen 331 adományozó volt, ebből a vállalkozók száma 58, a magánszemélyek száma 225, külön öröm, hogy határon túlról is érkezett támogatás, és egyéb 47, ezek alapítványok, iskolák, egyházak, sok mindenki más, civil szervezetek, Rákóczi Szövetség és még sorol. Az adományokból mintegy 28 millió forint gyűlt össze az emlékmű kialakítására. A Nemzeti Kulturális Alap 7 millió forinttal járult hozzá az építkezéshez. A legnagyobb adományozók között pedig a Rákóczi Szövetség, Sátoraljaújhelyváros önkormányzata és a Continental Dohányipari ZRT szerepel.